Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt politikai igazgató úr, bekövetkezett az, amitől tartani lehetett. 2011 után a KSH legfrissebben nyilvánosságra hozott adatai alapján 1,59-ről, a tavalyi 1,59-ről, idén szeptemberben 1,54-re csökkent a teljes termékenységi arányszám Magyarországon. A lépéskényszer a kormány részéről már januárban is látszott egyébként, amikor egy évtizedek óta nem látott, brutális, 20%-os mértékű születés szám csökkenést tapasztalhattunk, amelyet ugyanakkor kormányzati cselekvés nem követett. Rengeteg figyelmeztetés érkezett a civil szférából, és mi magunk is felszólaltunk többször ebben az ügyben, hogy a kormánynak lépnie kell, de a Magyar Nemzeti Bank is még májusban megfogalmazott egy javaslatcsomagot arra vonatkozóan, hogy mit kellene tennie a kormánynak azért, hogy ne a nemzethalál felé tartson továbbra is a magyar társadalom. Az is nyilvánvaló régóta, hogy a 35 évesek körében soha nem volt ilyen magas a gyermekteleneknek az aránya, tehát az intőjelek már régóta mutatkoztak, a kormány mégsem tett semmit. Ráadásul a múlt héten a Demográfia című folyóiratban megjelent egy tanulmány, amelyet egyébként az egyik minisztérium is támogatott, és ebben a tanulmányban azt is olvashatjuk, hogy a korrigált, tehát befejezett termékenység az valószínűleg nem is növekedett az elmúlt 10 évben sem, tehát hogyha azt a számot nézzük, hogy az életük során összesen hány gyermeket hoznak világra a magyar nők, akkor e tekintetben valószínűleg nem történt előrelépés az elmúlt 10 évben sem. Az a kérdésem, politikai igazgató úr, hogy milyen radikális intézkedéseket fog hozni a kormány, hogy ezt a problémát, amely a magyarság legnagyobb problémája, orvosolni tudjuk. Várom érdemi válaszát. Köszönöm, képviselő asszony. Válaszadásra megadom a szót Orbán Balázsnak, a miniszterelnök úr politikai igazgatójának. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő asszony. Magyarországon családbarát kormány van, mi a demográfiai problémát valódi nemzetstratégiai problémának hívjuk, és ennek megoldását nem a tömeges bevándorlásban, hanem a családok támogatásában látjuk. Hogyha megnézzük az adatokat, engedje meg, hogy az elmúlt 12 évről ugye általánosságban beszéljek, mert ebből lehet igazán megérteni, hogy pontosan milyen helyzetben vagyunk jelenleg. Mostani szülőképes korú 20-39 éves generáció 1981 és 2000 között születtek, ezeknek a száma lényegesen alacsonyabb, mint a korábbi generációké. 2010-ben 1.448.000 főről beszélünk, most már 1.200.000 főről. Ez 20%-os csökkentést jelent. Ennek ellenére sikeres családtámogatási rendszernek köszönhetően születésszámok nem estek vissza ezzel arányos mértékben, tehát tavaly nem csupán 73.000 gyermek született volna, mert a fenti arányok alapján várni lehetett, hanem 20.000-rel több. Ez nagyjából erre képes az a termékenységi arányszám. Természetesen a havi adatokban vannak változások, amiket ön is említett, ez az 1,55-1,6 közötti arányszám. A mi célunk az, hogy ezt az arányszámot tovább erősítsük, és miniszterelnök úr itt a parlamentben is tett vállalást arra vonatkozóan, hogy egyrészt ebben a nagyon nehéz gazdasági helyzetben is a családtámogatási rendszer legfontosabb elemeit fenntartjuk, sőt, további elemekkel igyekszünk azokat kiegészíteni, amelyek részben pont azokra a problémákra kívánnak megoldást mutatni, amiket ön is a felszólalásában felvetett, tehát hogy az első gyermek megszületését előrehozzuk, ráadásul a nők egyébként kívánatos munkaerőpiaci integrációjával ez ne legyen konfliktusba, hanem összesimuljon. Köszönöm szépen, hogy meghallgat. Köszönöm szépen. Viszont válasz illeti meg Dúró Dóra képviselőasszonyt. Köszönöm a válaszát, politikai igazgató úr. Ugyanakkor én szeretném, hogyha ne csak az elmúlt 12 évről, hanem mondjuk a következő 12 évről is ejtenénk néhány szót, és azt néznénk meg, hogy a következő 12 évben hogyan tudjuk például ezt a 2,1-es arányt elérni, amit egyébként a miniszterelnök úr kitűzött 2030-ra célként. Ugyanakkor az már most látszik, hogy ez nem fog sikerülni, hiszen az elmúlt 12 év növekedési ütemét meg kellene háromszoroznunk a következő addig hátralevő 8 évben,
ahhoz, hogy ezt elérjük. Másrészt a kormányzat részéről nem elfogadható az, hogy meg tudják magyarázni, hogy miért nem sikerül a demográfiai fordulatot végrehajtani Magyarországon. Önök úgy vállalták a kormányzást, hogy háború van, hogy ilyen gazdasági helyzet van. Önöknek azt is vállalni kell, hogy ilyen körülmények között is felívelő pályára állítsák a magyar demográfiát, például a munkaerőpiaci helyzet megkönnyítésével, vagy a GDP arányos családtámogatások növelésével, mert azt is hozzá kell tenni, hogy GDP arányosan 2009 és 2017 között nem nőttek a családtámogatások. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Viszont válasz megilleti igazgató urat is. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőasszony. Az utolsó mondatával nagyon erőteljesen vitatkoznék, az egész egyszerűen nem igaz. Az egy módszertani számításbeli trükk. Valójában az a helyzet, hogy 2021-22-ben, hogyha megnézzük az Eurostat adatokat, akkor Magyarország költi messze a legtöbbet családtámogatási rendszerekből. Csak a számítási módok, a hagyományos családtámogatási politika eszközeit, mint más nyugat-európai országok visznek, azokat számítja bele, és az adókedvezményeket, meg az egyéb magyar költségvetésből más módokon juttatott forrásokat nem. Tehát azt a számot érdemes figyelni, abban önnek teljesen igaza van, hogy ez a szám annak ellenére, hogy piacvezető Európában további növelésre szolgál, és erre vonatkozik az a kormányzati vállalás is, hogy annak ellenére, hogy mindenhol máshol Európában egyre kevesebbet költenek a családok támogatására, Magyarországon ezzel ellentétes folyamatok lesznek, és ebben a nehéz gazdasági helyzetben is nem adjuk fel céljainkat, és megpróbáljuk a demográfiai fordulatot elérni, illetőleg ha elértük, megerősíteni Magyarországon. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.